Sziasztok! Sapkás Piréz vagyok. Próbáltam halogatni ennek a videónak az elkészítését, de egy közéleti témákkal foglalkozó csatornán ezzel nem foglalkozni olyan, mint nem észrevenni a válladon lévő világító hasú nyulat. Vagy szobában lévő elefántot, kinek mi. Ebben a videóban leginkább az álhírek cáfolásával fogok foglalkozni. Úgy látszik ez a zsánerem. Főleg azért, mert más oldalról más személyek a témát már jól megközelítették. Ajánlom például a tegnapi partizándást, vagy Dobson Szabolcs Facebook csoportját a vakcinákról. Pár dolgot azért szögezzünk le. A kormány hibája tagadhatatlan. Kevés adatot közül, nem tájékoztat teljes körűen, és kizárólag saját szerepének jó színben feltüntetése a célja. Míg az első hullámra, legalábbis a lezárások szempontjából adekvátan, a második és harmadik hullámra későn és rosszul reagáltak. Nemhogy az egészségügyet, de más szociális szektort sem, mint például az oktatást nem szervezett meg rendesen, úgyhogy erre bőven volt ideje, lévén egy éve tombol már a koronavírus. Az intézmények közötti információcserét limitálja, megnehezítve a kommunikációt. Az oltás felelősségét teljesen a kórházakra és a körzeti orvosokra hárította, és még folytathatnám. Talán a szokásos brüsszelezési mennyiséghez képest meglepő módon, de a kormány kritikája itt sok helyen jogos. Brüsszel valóban elrontott egy-két dolgot. Egy olyan szervezet, az Európai Bizottság látta el a vakcina beszerzési feladatot, ami erre nem volt készen, és nem is feltétlenül az ő feladatuk kellett volna, hogy legyen. A gyártókkal késve születtek meg a szerződések, hetek helyett hónapok alatt. Amikor a gyártóknál problémák keletkeztek, felelősségvállalás helyett azokat kezdték el hibáztatni, és blokkáddal fenyegetőztek. A mértéktelen brüsszelezés eredménye viszont a bizonytalanság növelése, csak úgy, mint az egyoldalú tájékoztatás a keleti és nyugati vakcinák között a keletiek javára. Olyan semmit le nem leplező, de erősen brüsszelező anyagokat közölnek, mint Ómolnár Miklós mismásolása az EU-s vakcina szerződéseket illetően. Téves összehasonlításokat is végeznek külföldi, javarészt EU-s adatokkal, amik hamis jó színben tüntetik fel a magyar járványkezelést. Először is tisztázunk egy összemosást. Az oltás ellenes szó azt jelenti, hogy ellenzi az oltást. Ez nem szelektív. A jelen helyzetben viszont nem kettő, hanem három főbb álláspont van. 1. Elfogad minden oltást. 2. Valamilyen oltást elfogad, valamilyent nem. 3. Elutasítja az oltást. Az oltás ellenes szó összemossa a második és a harmadik csoportot, ezért használata itt téves. Általában Magyarországon a második csoport a keleti vakcinákkal szembeni szkepticizmust jelenti, de az AstraZeneca miatti aggodalmak miatt az is besorolható ide. De maradjunk is az AstraZeneca-nál. Az, hogy vannak ilyen adatok, amik aggodalmat okoznak, az annak köszönhető, hogy van rendes utánkövetés. A mellékhatásokat a keleti vakcinák esetében is kell közölni az OGI-vel, de ezek az adatok egyelőre nem ismertek. Ez jelentheti azt is, hogy minden szuper, de azt is, hogy az adatokat bizalmasan kezelik. Egyszerűen nem tudjuk. Ugyanígy nem tudható, hogy a keleti vakcinák dokumentációi mennyire hiteles eredményeket írnak le. A vakcinákról biztosan csupán annyi tudható a hazai vizsgálatok alapján, hogy az ampulákban az az anyag van, amit állítanak róla. Ettől függetlenül valószínűleg érdemes magad beoltatni a keleti vakcinákkal is. Sok embert oltattak már be ezekkel, és nagyon nagy disztulságról eddig még hír nem volt. Jelenleg annyira rossz a helyzet, hogy ha valamivel is lehet növelni a védettséget, azt a lehetőséget érdemes megragadni. Minden egyes vakcinában van egy bizonyos rizikó, de amíg a nyugatiaknál ez látható, követhető és megbízható, ez a keletieknél mind a homályban van. Az ellenzék is jó részt ezt a fajta szkepticizmust fejezte ki. A kormány állításaival szemben viszont én semmelyik ellenzéki szájából nem hallottam azt, hogy ezért ne oltassuk be magunkat. Hogy a kormány általi keleti vakcinák beszerzése jó vagy rossz húzás volt, azt én nem akarom megítélni. Ezt majd a jövő eldönti. Egyértelműen ocsmány, hogy ahogy a lélegeztetőgépeknél, ezt is felhasználták korrupciós nyerészkedésre. EU szinten is csökkentik a bizalmat az amúgy is labilis EU-s oltási tervben. Az autokrata rendszerek előtt ezzel fejet hajtottunk, és ezek ezt ki is használják propaganda célokra. A kormány sajtó által hangoztatott, hol lennénk itt a keleti vakcinák nélkül kérdés viszont teljesen értelmetlen. Itt. Napi
250 körüli halottas számnál. A populáció arányában a halálozási világranglista 7. helyén. Ez nem a keleti vakcinákon múlt, hanem a kormány kudarcos járványkezelésén. A hibáztatások tologatásán és a szűkös adatokon felül az állami média legnagyobb hibája a helyzet rózsás bemutatásában rejlik. Példának okáért a kormány médián ma reggel ezek voltak az első magyar koronavírus helyzettel foglalkozó cikkei. Jól haladnak az oltásokkal. Magyarország Európa egyik leggyorsabb oltás. Számban 1.636.436 az Európai Unió egyik legsikeresebb oltási programját hajtja. György István szerint annyira jó minden, hogy a németek át akarják venni a magyar modellt. A németek valóban lassabbak voltak, mint mi, de legalább az intézkedéseik nem voltak teljesen fejetlenek, és ezért a halálozási számaik sem annyira rosszak. Magyarországon például konkrét félelem az, hogy akkor fogod megkapni a koronavírust, amikor elmész beoltatni magadat. A valóság az, hogy irgalmatlan nagy a gáz. De irgalmatlanul nagy. Azzal, hogy annak a látszatát kelti a kormány, hogy mégsem, olyan könnyedségérzetet kell néhány emberben, hogy az amúgy is későn bevezetett intézkedések esélyeit még inkább rontják. És ha be is tartják az előírásokat az emberek, zavartan nézhetik, amikor belépnek az első kórházba, hogy mi is ez a terror. A kormány minden valós felelősséget lepasszol magáról az egészségügyre. Iszonyatosan nagy nyomás van rajtuk, miközben a kormány most látta idejét annak, hogy megreformálja a munkaviszonyukat. Azaz olyan munkaszerződéssel nyomorgassák őket, aminek hatására krízis helyzetben több ezren otthagyják az állami egészségügyet. Szinte egy napon közölték a pályaelhagyók jelentéktelen százalékát, azaz több ezer embert, és azt, hogy a magánegészségügy dolgozóit majd át lehet vezényelni az állami betegellátásba. Újabban az orvostanhallgatókat is befogják, önkénteseket is toboroznak, illetve a házi orvosokat is átvezényelhetik a kórházokba. Az, hogy milyen kapacitásokkal kellene rendelkeznie a kórházaknak, Merkeli Béla szinte napi rugalmassággal tágítja, és ezeket a számokat rendszeresen el is érjük. Jelenleg senki sem tudja, hogy mikor van az a határ, amikor az egészségügy tényleg csődöt fog mondani. Minden őszinte hálám és elismerésem az egészségügyben dolgozóknak. Köszönöm. Emberek halnak meg a késlekedés miatt. Emberek halnak meg a szervezetlenség miatt. Emberek halnak meg a bizonytalanság miatt. Emberek halnak meg a Fidesz kormány miatt.